Legfárfűzéssel egybekötött sportnap keretében adták át a szlovák iskola tornatermének új padló burkolatát és a játszóterének új játékait. A tornaterem felújítását az elmúlt év során megtakarított 4 millió forintból fenntartói hozzájárulással valósította meg az oktatási intézmény. Tavaly meglátogattuk az intézményt, és akkor említették a vezetők, igazgató asszony, hogy néha egyrészt beázik a tornaterem, a csarnok, amin sajnos még nem tudtunk javítani, tehát ez a következő feladat lesz. De tehát megmaradtak, aláfolyt a linoleumnak, és balesetveszélyes volt, egyszerűen el is vált a linó, tehát látszott, hogy itt azért a gyerekek komoly veszélyben is lehetnek, tehát elsődleges feladatnak tűnt, hogy ezt azért rendbe kell hozni, hiszen maga a csarnok, a terem jó, tágos, világos. Hát most nagyon örülök, hogy láttam, hogy egy 7-8 centis új réteg van itt. A tornaterem padlózatának felújítása augusztusban kezdődött meg, hogy a 2011-2012-es tanévre egy korszerű, egészségügyileg is megfelelő burkolattal legyen ellátva a sportlétesítmény. Így a gyermekeknek a kedélyét is emeljük a sport iránt, hiszen ma és a közoktatási tárca is úgy látja, hogy igen, erre szükség van, hiszen a mindennapos testnevelésnek a hangsúlyát azt újra kell értelmezni ebben a tanévben. Illetve alapítványunk ezt a burkolatot kiegészítette egy játszótéri újabb elemekkel, tehát én úgy gondolom, hogy erre a testedzésre, erre a mindennapos sportra most már tényleg lehetőség nyílik, és ilyenkor már csak a gyermekeken múlik, hogy mennyire használják ki. Az új játszótéri elemeket, valamint az új burkolattal ellátott tornatermet az iskola 144 diákja használja majd. A Fürgegyik Sportegyesület által működtetett kosárlabda szakkörünk is itt fogja az edzéseit tartani, tehát délelőtti testnevelő órák, délutáni sportedzéseinknek adunk majd itt teret, de egyébként más rendezvényeink is, mint a mai sportrendezvény, vagy a tavaszi sportrendezvény lesz majd a helyszíne. Rossz idő esett, hiszen azért a jó időben mégiscsak a múlt éven aszfaltozott pályánkat fogjuk birtokba venni, illetve ezt teszik máskor szabadidős foglalkozásukban is a gyerekek. Az iskolában további felújításokra is szükség lenne, ilyen például a tornaterem beázásának megszüntetése, illetve nyilászárú csere.